Jó napot kívánok! Kollégák, gondolom tudják, hogy mához két hétre ZH lesz. Itt ebbe a terembe. Legyenek kedvesek elkezdeni készülni, mert az utolsó délután nem fog működni. Én azt tudom kínálni, hogy mához egy hétre, amikor lesz az a délutáni időpont, ami önöknek úgyis le van foglalva, akkor én tartok konzultációt. Tehát délelőtt meg lesz az óra, így mint most, és délután pedig, amikor a matlab óra lett volna, úgy tudom, jövő héten az már nem lesz. Jól tudom én ezt? Jól tudom, ugye? Igen. Tehát jövő héten délután, amikor a matlab óra lenne, akkor én ide jövök, és akit érdekel, tartok konzultációt. Csinálunk példamegoldásokat, ha kérdésük van, válaszolok rá, és ezek után mához két hétre itt az EH, itt a teremben megírják az EH-t. Ez az EH úgy fog bonyolódni, hogy két részletbe írjuk, először az egyik fele a társaságnak, egyszer a másik fele, úgyhogy minden második, minden első, harmadik, ötödik sorba ülnek emberek, hogy a közötte levő sorba el tudjak sétálni, és amikor az első turnus lezajlott, akkor jön a második turnus. Tehát mához két hétre óra nem lesz, hanem ZH-ja lesz helyette két lépésbe. Világos, ugye, kollégák? Én remélem, hogy érdemes készülni rá, ugyanis ez egy évközi jegyes tárgy, ha valakinek megvan a két ZH-jával a jegy, akkor nem kell vizsgadőszakba küzdeni. Ha netán nincs meg, akkor kell küzdeni. Sajnos csak egyszer lehet küzdeni a vizsgadőszak első hetébe. Úgyhogy, ha tehetik, tegyenek rá egy lapáttal, és kezdjenek el foglalkozni vele. Úgy kell foglalkozni vele, hogy előveszik a kérdéssort, fönt vannak a felkészülsegítő kérdések az ismert oldalon. Ez az ismert oldal itt látszik is, ez az a hely, ez a kékkel jelzett hely, ahol gondolom sokan jártak már, és remélem, hogy oda fölmennek, megkeresik az IRA 2015-ös könyvtárat, onnan letölthetik ezeket, a PPT-ket is, meg a YouTube-on többnyire megtalálják az előadások videóit is. Én remélem, a múlt heti is elkészül, ma is itt igyekszem fölvenni, tehát hogyha minden rendben lesz, akkor az is fönt lesz, mire az EH-ra szükség lesz. Az EH mai anyagig bezárólag lesz, tehát amiről ma szó lesz az EH-ba, ami jövő héten az nem. Világos, ugye? Hogy honnan lehet még hozzá tanulni? Hát én azt gondolom, hogy az előadásokon igyekeztem a kérdésekre megadni a választ. Nem egy az egyes válaszokat adtam, hanem körülírtam a témát, elmondtam a témát, tehát ha valaki itt volt, jegyzetelt, meggondolta, akkor az alapja meg tudja válaszolni a kérdéseket. Remélem, hogy sokaknak hiányérzete van, többet szeretne tudni, mint amit én elmondtam, akkor pedig legyenek szívesek a javasolt irodalmakat megnézni első körben, és ha még az is kevés, akkor nézzenek utána. A mai is egy olyan téma, ami nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy legalábbis remélem, hogy ma, amikor elmennek ebből a terembe, másként látják egy kicsit a világot, mint eddig látták. Ugyanis ma az információról és az információ méréséről lesz szó. Miért érdekes ez? Nem kell nagyon magyaráznom. Ez a szakmánk alapfogalma. Tehát, hogyha ez egy informatikai rendszerek alapfogalmai tárgy, akkor alapvető dolog, hogy legalább az információról kell, hogy beszéljünk, és hát erről ezt teszem ma. Bonyolult kérdésről van szó. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem jó a helyzet, ugyanis nem igazán tudjuk, hogy mi az, hogy információ. Nem én nem tudom csak, hanem a világ nem nagyon tudja. Egy érdekes szemléltetést is gondoltam, amit megmutatok önöknek. Készülve erre a mai órára, gondoltam, körülnézek, hogy mit írnak például az SI mértékegységben arról, hogy hogyan mérjük az információt. Ez egy 1980-as kiadású könyv, tehát mondhatni nagyon régi, 80-as nagyon régi. Ugyanakkor érdekesen tapasztaltam, vagy meglepődtem, amikor kinyitom, és információ, mint olyan, nem szerepel benne. Tehát nincsen megjelölve benne, mint fogalom. Ebből azt lehet levonni, hogy 80-ban a világ úgy gondolt, hogy az információ az nem fizikai fogalom. Ha nem fizikai fogalom, akkor nincsen benne ebbe a jegyzetbe. Aztán egy kicsit később javított kiadásában, ami 6 évvel később készült, abban már egy külön fejezet van róla. Ha valakinek van kedve, nézze meg, azóta is sokat változott a világ ezen a téren. Én azt próbálom elmondani, hogy most látjuk a helyzetet. Nem nagyon rózsás a helyzet, ugyanis az alapfogalmat, az információt, mint alapfogalmat, azt nem egészen pontosan értjük. De a jó oldala a történetnek az, hogy mi informatikusok, akik azzal foglalkozunk, hogy az információt feldolgozzuk alapvetően, érzékeljük, feldolgozzuk, kicsit továbbítjuk is, ugye ez az informatika, mint az információ feldolgozás tudománya. Nem kell, hogy átlássuk az egész bonyolultságát a témának. Tehát nem kell az összes filozófiai vonzatát tudnunk,
Lehet, hogy nem is tudhatjuk, mert még nem találták fel. De azt, hogy hogyan lehet megmérni, azt, hogy hogyan lehet megtudni, hogy mekkora, kicsi vagy nagy, hát azt pontosan tudjuk. És erről fog szólni a mai óra, hogy hogyan lehet fizikai mennyiségnek tekintve az információt, mint ezek szerint fizikai mennyiséget mérni. Hogy tudjuk megmondani, hogy mekkora? Ekkora, akkora, kába, milyen dimenzióban mérjük? És hogyha ezt megértettük a mai órán, akkor erre fog alapulni a fél év további része. Ugyanis azt kell megértsük, hogy az informatika, mint az információfeldolgozás tudománya, ezzel az információval kezd valamit, ezt transformálja, feldolgozza. Nagyon sokszor tömöríti, nagyon sokszor tágítja, mi bizonyos megfontolások szerint. Itt néhány alapfogalmat fogunk megismerni a tömörítése vonatkozóan, szakneve az, hogy forráskódolás, mert a forrást kódoljuk, az információ forrást. De megtanulunk néhány alapfogalmat ahhoz, hogy hogyan lehet tágítani az információt ésszel, amit úgy neveznek, hogy csatornakódolás. Azért bővítjük, mert valamit elvárunk a bővítéstől. Például az, hogy hibatűrő legyen a rendszer. A jövőben nagyon nagy jelentőség lesz a hibatűrő rendszereknek, most még csak az elején járunk ennek a témának. Néhány kivételes példát lehet mondani, ami már most is hibatűrő. Majd ezeket néhányat említek is, amikor oda jutottunk. Hát, hogyha most nézzük a mára készült fogalmakat, akkor először szeretnék egy érdekes ábrát megmutatni önöknek. Sok évvel ezelőtt találkoztam a WordPress fotó kiállításon, látszik, odaértem, hogy 94-ben, jó régen. És amikor ezzel szembesültem, akkor beugrott ugye az informatikai beütöttség, hogy hát ez egy informatikai ábra. Miért? Azért, mert felveti azt a kérdést, amit itt látunk, az rend vagy káosz? Kérdezem, rend vagy káosz, amit itt látunk? Nézőpont kérdése, azt kell mondani, azt gondolom. Mert az illető, aki ott benne ül, azt gondolom, hogy ő úgy gondolja, hogy ez rend. Tehát aki ott ül a közepén, azon a széken és olvassa a cikket, feltételezem, hogy nem azért van ilyen állapot a szobájában, mert lusta, és egyszerűen csak leesett a kezéből, ami a kezébe került, hanem az ő fejébe ezt jelentette a rendet. Tehát úgy gondolta, hogy annyi könyves polca nincs, ami ezt felrendezze, ezért valamilyen szisztéma szerint, a fejében kialakuló szisztéma szerint elkezdte lerakni ezeket az írásokat, és gondolom én, hogy volt hozzá kellő esze, hogy amikor keresett valamit, akkor nem kellett átóz ég áttúrni az egészet, ugye, mint egy ilyen ciklussal, hogy most kezdem az ajtónál, és befejezem az ajtó másik felénél, az reménytelen, hanem tudta, hogy körülbelül mikor volt az, amit ő keres, tudta, hogy az körülbelül hova, mikor szokta oda tenni, és akkor oda ment a megfelelő kupac részé, és akkor megfelelő kupac részén elővette, ami kellett. Tehát azt, hogy valami rend vagy káosz, az, rögtön ezzel kezdem, az nézőpont kérdése. Ma az órának az lesz az egyik fontos tanulsága, hogy a rend tart egyensúlyt a káosszal. A káoszt lehet úgy is nevezni, hogy entrópia, rendezetlenség, a fizika, ez egy fizikai fogalom. Eredetileg a termodinamikával vezették be azért, hogy a különböző részecskéknek a helyzetét meg tudják határozni. Képleteket is meghatároztak hozzá, és megmondták az energia megmaradás törvényét, egy csomó mindent meghatároztak a termodinamikában. Tehát az entrópiát, mint rendezetlenséget elég jól körülírták. Kicsit később, nagyjából 80 évvel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy az információnak köze lehet ehhez a rendezetlenséghez. Mostanra úgy gondoljuk sokan, hogy az információ ezzel a rendezetlenséggel tart egyensúlyt. Érdekes módon a képletek is ugyanazok, csak az előjele más. Az egyiknek pozitív az előjele, másiknek negatív az előjele. És még érdekesebb, hogy még a jelölése is ugyanazok, ugyanis mostanra még 2015-re nem igazán vált szabványá az, hogy mi az információ jele. Az, hogy mi az áramjele, meg a feszültségé, meg a hőjé, meg a energiájé, meg a... ezt tudjuk. Benne van az SI mértékegységbe. Az, hogy mi az információ jele, az nem világos, hármat is használunk rá. Ráadásul azért, mert az entrópiához kapcsolódnak. H-val, S-sel is jelöljük. Kellően zavaró a gondolat. De majd az óra végére nem kitisztul egy kicsikét, és legalább tudjuk, hogy mi a lényege a történetnek. Na tehát az, hogy itt most rend van, vagy káosz, az nézőpont kérdése. Ha otthon ilyen a szobánk, akkor a család azt gondolja, hogy káosz. Ha kellő nagy tudásunk van róla, hogy mi van a szobában, mondhatjuk, az rend. És ugye könnyű belátni azt, hogyha itt valaki rendet rak, akkor elég nagy káosz teremt. Ugye, mert valaki ide bejön és ezt átrendezi, onnantól kezdve lehet, hogy ő neki van valami logikája, hogy hogyan rendezte át, betűrendbe rakta őket, vagy időrendbe rakta őket. De az, aki szeretne valamit megtudni ebből, az már nem fogja többet megtalálni. Mert az ő logikája más, és az ő fejében lévő információ más erről, hogy mi hol van. Világos, ugye?
Egy érdekes példát megemlítek, a nagy névadója a Kandó Karnak, a Kandó Kálmán, zseniális mérnökember volt, rengeteg találmánnyal, világmegváltó megoldásokkal, például a villanymozdony és egyéb tereken. Ha valakit érdekel, nézzen utána, rendkívül érdekes tanulmánya, és a Kandó Kálmán történetének megismerése. Ő arról volt többek között híres, hogy ő az asztalán ilyet tartott, mint ez. A GANSZ-ban nagyfőnök volt, és az asztalán állt az iromány, így kupacba. És mivel kellően nagyfőnök volt, amikor megtelt az íróasztal, hoztak neki egy másik íróasztalt. És ebből adódóan az íróasztalok azok úgy nőttek állítólag az irodájába. És egy alkalom előfordult, hogy egy lelkes, fiatal, kezdő titkárnő, mire a főnök bejött, rendet rakott az íróasztalon. Gondolhatni, hogy nem okozott nagy örömöt ugye a Kandó Kálmánnak, amikor bejött és azt mondta, hogy az ő rendje le van törölve. Mostantól káosz van, mert igaz, hogy betűrendben van valami a falon, de azt ő hogy fogja megtalálni. Na hát, ez a téma, amivel foglalkozunk ma, és szeretnék oda eljutni, hogy az óra végére megértsük a képleteket. És ugyanis az a szerencsés helyzet, hogy képlettel tudjuk megfogalmazni, ki tudjuk számolni az információ nagyságát. Nem csak úgy beszélgetünk róla, hanem meg tudjuk határozni, hogy mekkora. És ha tudjuk, hogy mekkora, el tudjuk dönteni, hogy lehet azt összenyomni kisebbre, vagy nem lehet összenyomni kisebbre. Miért érdekes? Állandó napi problémánk, hogy szeretnénk a zenénket hazavinni valamilyen adathordozón, valamilyen lejátszón, vagy valamilyen USB-n, és ráfér, vagy nem fér rá. Ha tudjuk, hogy összenyomható, akkor összenyomjuk és ráteszik. Ha tudjuk, hogy nem összenyomható, akkor nem érdemes erőlködni, mert akkor nem fog ráférni. Na hát ennek a tisztázását szeretném ma itt megkezdeni. Hát először is az alapvető kérdést szeretném itt felvetni és megbeszélni, hogy az információ az jelenség vagy lényeg? Ez az első kérdés. Nem tudom rá választ. A világ se igazán tudja rá választ, vannak tippek. Van, aki azt mondja, hogy jelenség, az információ a változó világnak vagy a világ állapotainak a leírása, ezért csak egy jelenség. Ez részben az oka annak, hogy amikor ez a könyv született 80-ban, akkor úgy tekintették, hogy jelenség és nem fizikai mennyiség, ezért nem is említették meg a nevét sem. Vagy pedig lényeg, hogyha tovább megyünk, akkor az a kérdés, hogy ez látszat, vagy pedig valóság. Sokan, különösen korábban azt gondolták, hogy ez a téma, ez egy látszat. Ez látszata valaminek. A fizikai világnak egy látszata. Egy leírási formája, semmi köze, közvetlen a fizikai világhoz, annak egy tünete, egy leírási megoldása. Vannak olyan elképzelések is, hogy ez a valóság, sőt nagyon is valóság, annyira valóság, hogy olyan, mint a fizikai világunkban az anyag és az energia. Erre mindjárt vissza fogok térni. Az informatikában az információt fizikai mennyiségként értelmezünk, ez a jó hírem. Kihagyva ezt a nagy bonyolultságot. Ugye bonyolult a világ, filozófia is érintett benne. Nem foglalkozunk informatikusok ezzel első körben. Hanem azt nézzük meg, hogy hogyan lehet megmérni. Mérésnél pedig elvárjuk azt, hogy a mérési szabályokat be tudjuk tartani. Például azt, hogyha részekben mérjük, meg egyben mérjük, ugyanazt kell, hogy kapjuk. Tehát a részekben megmértük, meg egyben megmérjük az egészet, akkor elvárjuk azt, hogy az ugyanaz legyen. Ez a téma szorosan kapcsolódik az entrópiához, a rendezetlenséghez, ezért a jele is nagyon sokszor H. És azt tudjuk mondani, hogy az információ mértéke és az értéke egymástól független dolog. Tehát az, hogy mi a valaminek a nagysága, és mi annak az értéke, az két független megfontolásnak a tárgya. Minket az érdekel, hogy mekkora nagysága alapvetően. Természetes mindig minden mindennel összeér, tehát vannak olyan helyzetek, amik az értékével is foglalkoznunk kell informatikusoknak, de alapvetően nem az a fókuszunk. A fókuszunk az, hogy megmondjuk, hogy mekkora az információ. Mert ha nagy, akkor meg kell gondolnunk, hogy hogyan lehet ezt beletenni valamibe, vagy hogyan lehet egy csatornán átküldeni valahova. Tehát alapvetően ez a mi dolgunk, hogy a nagyságával foglalkozzunk. Ezért mi a mértékkel foglalkozunk, és nem az értékkel. Lehetne az értékkel is, de azzal mások foglalkoznak, a társadalomtudósok. Ugyanis nagyon sokszor, csak szélsőséges példát említve, a legértékesebb dolog az egy bitnyi információ, az egyetlen bitnyi, az egyetlen döntés, hogy igen vagy nem. Ugyanis ez egy elválasztó útnak a pontjába áll, és hogyha azt mondjuk, hogy erre megyünk, az meghatározza a jövőt. Ha azt mondjuk, hogy erre megyünk, megint meghatározzuk a jövőt. És annak óriási vonzata lehet, tehát sokszor az igen-nem döntésnek van a legnagyobb jelentősége, legnagyobb értéke. Ugyanak a mértéke meg picike, mert csak egy bitnyi összesen. És a kezelésével nem kell nagyon gondolkoznunk, vagy nem kell nagyon foglalkoznunk vele. A szó eredetéről azt lehet mondani, hogy a régiek is tudták már sok mindent. Nyilván érezték ők is, hogy ez egy fontos dolog. Azt gondolták ilyen nagy nevek, mint Arisztotelész meg Pláton,
hogy az információ, így is nevezték információn, ez volt a latin neve, ez az információ, ez alakítja az agyunkat. Ezért ez a szó eredetileg a forma szóból származik, a formationbe, a formából, angol formationnek nevezik. Ugyanis az, ami bejut a fejünkbe a szenzoraikon keresztül, az alakítja az agyunkat. Ez annyira fontos, most arra világossá vált, hogy az információ az ember számára és az élőlények számára talán túlzás azt mondja, legalább olyan fontos, mint az élelmiszer. Ugyanis, hogyha nincs információnk, nem jut az agyunkba inger, ami az inger hordozza az információt, akkor az agyunk elmúlik, tönkre megy. Egy szélséges példát, érdekes kísérletet szeretnék megemlíteni. A YouTube-on lehet látni sok röhelyes verzióját is ennek. Eredetileg úgy született, hogy egy amerikai egyetemen azt gondolták ki, hogy megnézik, hogy mennyire képes az ember tűrni az információ szegénységet, tehát az információ hiányt. Hogyan lehet ezt tesztelni? Úgyhogy pénzére alkalmaztak egyetemistákat, hogy feküdjenek bele egy olyan kádba, nyilván valami visszatlan ruhába, amit fölmelegítettek testhőmérsékletre, aztán a kádat jó bezárták, hogy ne legyen benne semmi fény, aztán jól elhangszigetelték, hogy ne legyen semmi hang, ami kívülről belejön, és akkor ebbe kell eltölteni egy időt. Gondolhatnánk, hogy ez milyen bingó jó dolog, mert erre vágytunk régóta, ugye, hogy legyen egy csendes, nyugodt hely, jó meleg, nincs se húzat, se hideg, se meleg, semmi, pont jó, pont testhőmérséklet, teljesen csend van, teljesen sötét van, milyen jó, majd ott elleszünk egy kicsikét. Az a megdöbbentő dolog, hogy ezt az emberek döntő többség abszolút nem viseli. Tehát egy kis idő után megnyomta azt a gombot, amivel azt mondta, hogy beszeretném fejezni, hiába még fizetnek is érte jó pénzt azért, hogy én ott pihengetek és alszom egy picit. Az emberek nagy része ezt abszolút nem viselt. Erre aztán most érdekes módon láttam, hogy üzleti vállalkozás is épült, ürgék hirdetik azt, hogy ki lehet próbálni otthon a lakásba ezt az ingerszegény környezetet. Hát ez a hab része az internetnek. A történet lényege az, hogy az embernek nagyon fontos az információ, hogyha ez nincsen, akkor előbb-utóbb elalszik, ha elalszik, előbb-utóbb meg meghal, hogyha nincsen semmi. Ez annyira fontos, hogyha nem érkezik be kellő időnként megfelelő információ az ember agyába, akkor elkezd leépülni. Van egy angol mondás, szerintem általában igaz az élő lényekre, use it or lose it. Ha nem használja, elveszíti. Ez az információ ennek a tápforrása, és ezért, hogyha ez valami miatt csökken, akkor amiatt elkezd elmúlni az idegrendszer. Tehát innen indul a szó a latin eredetből, aztán a köznapi használatban rendkívül sok címkét ragasztottak hozzá. Tudjuk jól, hogy ami fontos az ember számára, arra nagyon sok szót alkot. Miért? Mert hát kell róla beszélni. Ezek a szavak olyanok, mint a felhők, aminek a határai elég homályosak, és a felhők egymással sok átfedésben is vannak. Ezek a szavak, mint tájékoztatás, hírújság, adat, tudás, közlés, ez tulajdonképpen mind szinonimája az információnak. Ugyanakkor nekünk, ha az a szakmánk, hogy az információt feldolgozzuk, akkor ezek nem sokat mondanak. Mert nem tudunk vele mit kezdeni. Mit kezdünk a közléssel? Mi az, hogy közlés? Hogy tudjuk azt mérni? Hogy tudjuk megmondani, hogy a közlés átmegy a csatornán, vagy nem megy át a csatornán? Ráfér az adathordozóra, vagy nem fér az adathordozóra? Tehát ezért ezek ilyen laikus meghatározások nagyon fontosak, és használjuk őket nap, mint nap, de igazából nem tudunk vele mit kezdeni. Tudományos értelemben azonban kell, hogy kezdjünk vele valamit, ezért mennyiségnek tekintjük, amit most rögtön kivetítve az definíciót érthetetlen lesz, azt gondolom. Az óra egyik célja, hogy ezt értelmessé tegyem, ezt a mondatot a végén világosan értsük. Ez egy olyan mennyiség, amely egy eseményrendszer egyik vagy másik eseménynek bekövetkezéséről, illetve egy állapottér egyik vagy másik állapotáról elemi szimbólumok sorozatával közölhető. Ezt tekintjük információnak. Hogy ezt hogy is kell érteni, mindjárt megmagyarázom. Erre mutatok elég sok példát, és remélem az óra végére ez a definíció teljesen világos lesz. És ha otthon valakit itt a csapatból megkérdezni a barátja, vagy a szerette, hogy hát a pajtás ide jársz a Neumann-karra, informatikát tanulsz, mi az az információ? Hát akkor nem ezt kéne mondani, hogy tájékoztatás, meg hír, meg felvilágosítás, meg ezt a laikus dolgot, hanem elkezdené majd megmagyarázni, amiről itt most szó lesz. Jele, amiatt, hogy milyen gyökerekből indult, fizikai jelölését használunk, H-val vagy S-re szokás jelölni. Az I-vel az a baj, hogy az I az az áramnak a jele. Tehát az S-i mértékrendség már foglalt az I, pedig az információ jó lenne. Ha megnézem ezt a kötetet, ebbe I-t használnak. Kellően ellentmondásos, mert I-t használnak az áramra is. Lehet mondani, hogy hát ilyen kontextus függő, hogy mit mire használunk, ezért jó az I is. A régi irodalmakból taglalják az információt,
és a mérését, ott rendszerint vagy hát, vagy est használnak. Úgyhogy ezt tudják, hogyha majd néznek ilyen képletet, akkor a H meg az S az I-t jelent, vagy információt jelent. A köznapi értelmezésben sok minden, talán mondhatnám, zöldséget lehet erről olvasni. Az egyik ilyen, az azt mondja, az információk nevezzük azt, ami rendelkezésre áll adatokból nyerünk. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami eddig nem volt a birtokunkban. Hát ez igaz, csak ezzel megint nem tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk sem érni, sem nem tudjuk, hogy hova tegyük. Szokták mondani ebben a gondolatkörben, az információ az egy értelmezett ismeret. Mert azt mondják, az információ az, amit értelmezni tudunk. Vagy értelmezett adat, valaminek az adata, és ha nem értelmeztük, akkor nem információ. Hát ezen lehet vitatkozni, nem szeretnék. Mi mérni fogjuk, és megértjük azt, hogy hogyan lehet megmérni valamit. Még másik két definíciót is idehoztam, most reggel nézegetve a webet, hogy miket írnak információt, ilyeneket írogatnak. Hogy olyan új ismeret, ami a megszerzője számára szükséges, és további ismerete alapján értelmezhető. Ez se rossz, igaz? Ha már tudtuk, akkor nem információ, akkor elalszunk tőle. Ha én itt az órán mind olyat mondósok folyamatosan, amit önök már jól tudtak, akkor előbb-utóbb kezdenek lecsukódni a szemek, és kiesnek az emberek a padból, mert elaludtak tőle. Ha olyat mondok, ami nagyon meglepő, akkor hű, az ember fölébredt, hű, ezt nem így gondoltam. Tehát ez, amit itt vetitek, ez nem rossz, csak éppen informatikusként nem tudunk mit vele kezdeni, az alatta levővel sem. Olyan ismeret, amely jelenséggel vagy folyamattal kapcsolatban csökkenti a bizonytalanságot. Ez így van. Alapvetően mi a bizonytalanságot keressük. Az élőlény keresi a bizonytalanságot, keresi a határait. És hogyha ennek a határnak a feltérképezésébe segít a környező inger, azért, mert valami információt szerez arról a helyzetről, amiben éppen van, az megerősítő hatású. Ezért keressük az információt nagyon, mert olyan, mint a pozitív megerősítés, olyan, mint a csoki. Hogyha információt találunk, az megerősíti az agyunkat, megerősít bennünket, és ezért keressük. Tehát nem rossz ez a definíció megint, csak nem ezzel fókuszálunk. Tudományos értelemben az a kérdés, hogy az egy olyan valami, az előbbi definíciót újra vetítve, ami egy eseményrendszer egyik vagy másik eseményéről, vagy bekövetkezéséről, vagy állapotáról közölhető, leírható. Karakterek vagy bitek formájában. Az a kérdés, hogy mi ez a valami. Ez a valami, ez jellemző vagy tulajdonság? Ezzel kezdtem az órát, hogy nem igazán tudjuk, mert még nem tartunk ott. Lehet, hogy jellemző, lehet, hogy valaminek a leírása, de az is lehet, hogy egy szubstancia. Egy olyan alapvető dolog, mint ami a világnak egy alapjelensége. Ezt nem én találom ki természetesen, hanem többen pedzegetik ezt a kérdést. Ezek közül az egyik fontos szerző egy Stonier nevű angol fizikus, aki könyvet is írt erről, sőt könyvsorozatot írt erről a témakörről, az a cím, hogy az információ és az univerzum belső szerkezete. És ő nem kisebbet állít, mint azt, hogy az információ az egy szubstancia. Tehát nem egy jelenség, nem egy tünete valaminek, hanem egy fizikai alaptényező. Mi is tudjuk, hogy a szubstancia, most egyelőre kettőt ismerünk a világunkban, az egyik ilyen az energia, a másik pedig az anyag. Ez nem volt mindig így, Stonier azt fejti ki, hogy ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy az energia az szubstancia, tehát tőlünk független a létező alap létező a világba, ahhoz az energia mozgató gépekkel el kell tölteni pár száz évet. Egész az ipari forradalomtól kezdve egész 20. század elejéig. És amikor már elég sokat bibelődtek ezekkel az energia mozgató gépekkel, akkor rájöttek el, hogy a leírásukhoz fizikai módszereket lehet alkalmazni, és arra is rájöttek, hogy ezek a fizikai jellemzők, ezek ráadásul transformálhatók egymásba. Ismerjük az alap összefüggést, amit Einstein fogalmazott meg leginkább, tehát ő hozzá szokás ezt kötni, ahol az anyagot és az energiát összekötötte egy képlettel. Ez a képlet a közismert MC C4-zet képlet, ahol tudjuk azt, hogy az anyagot energiává lehet transformálni. Hát ennek a közvetlen bizonyítéka, hogy az a fény, amit itt látunk, annak legalább 40% atomból keletkezik, anyagból, mert Magyarországon olyan az energiahelyzet, hogy a paksi erőmű állítja elő a villanyunknak a 40%-át, ha jól tudom. Ezért ennek a fénynek a 40%-a anyagból keletkezik. Látva a C4-zetes szorzó tényezőt, ugye a C a fénysebesség, ez egy óriási szorzó tényező, ebből következik az, hogy óriási energiából lehet pici anyagot csinálni. Tehát, hogyha anyagot szeretnénk csinálni, mert valószínűleg ez visszafelé is működik, akkor tudnánk energiából anyagot csinálni, de hát nem szokás. Most egyelőre anyagból csinálunk energiát. Amit a Stonier felvetett, provokatív nagyon, és sok helyesben nem is fogadják el, az az, hogy van egy harmadik szubstancia, ez az információ,
És egyszer majd ezeket az oldalakat is megismerjük, talán ő azt mondja. Hát ezt fejtik ki a könyvébe, a Springer megjelentette magyarul is ezt a könyvet, valakit érdekel a dolog, járjon utána, és szerezze meg, ezt nem olvassa el. Nem egyszerű olvasmány, de hát nem is egyszerű a téma. Nagyon bonyolult a téma. Az információ értelmezésekkel tovább menve, hogyha jelek formájában tudjuk ezt kezelni, hogy jelek ugye, amik hordozzák az információt, ezt megtanultuk közösen. A jel, legyen az analóg vagy digitális, az hordozza az információt. Annak a hátán ül és hozza nekünk. Hogyha úgy definiáljuk, hogy az a célunk, hogy a nagyságát meghatározzuk, akkor megközelíthetjük úgy, hogy a kiválasztásban, tehát a választásban jelű bizonytalanságot tudjuk vele mérni. Minden mérésnél elvárjuk azt, hogy a részekben mérve és egészben mérve ugyanazt kapjuk. Világos ez, ugye? Tehát mondok egy példát, szeretnék, van egy nagy kupac alma itt mellettem, szeretném meghatározni, hogy mennyi ennek az almának a tömege, tehát mennyi, hány kiló. Hát akkor meg tudom azt csinálni, hogy szerzek egy nagy mérleget, és rárakom az egészet egy nagy mérlegre, és megnézem, hogy milyen a súlya. Aztán utána veszek egy kis mérleget, aztán darabonként, mit tudom én, 5 kilónként megmérem, rárakosgatom, ezeket összeírom egy papíron, összeadom az egész, és kettőnek azonost kell kapnunk. Ez világos, ugye? Tehát az alap fizikai képünkhöz hozzátartozik az additivitás nagysága, de az additivitás a mérésnél az elvárt tulajdonság. Tehát a részekben mérjük, és egyben mérjük, akkor természetesen mondhatjuk azt, hogy elvárjuk, hogy a kettő azonos legyen. Innen indulunk, ez a kiindulási pontunk. És akkor most kezdjük megnézni azt, hogy hogyan lehet ezt meghatározni, hogyan lehet bitbe kifejezni. Hát nézzünk egy egyszerű, jól érthető példát. Van egy magyar kártya, ami 32 lapból áll. Ebből a 32 lapból szeretnék egy kártyát kitaláltatni valakivel, úgyhogy mondjuk Barkóba játékot folytatok, és azt mondom, én kigondoltam egy kártyát, ez a kártya mondjuk legyen éppen a piros 9-es, és az a kérdés, hogy az illető, akivel játszom, az minimum, tehát legalább hány kérdést kell kérdezni ahhoz, hogy megválaszolja, hogy melyiket találtam ki. Ez a kérdés, hogy minimum hány kérdést kell feltennie ahhoz, hogy megtudja azt, hogy én mire gondoltam. Lehet ugye értelmezni, csökkenti a bizonytalanság, van egy bizonytalanság, hogy melyikre gondoltam. Nyilván a tér nagyságától, a kártyák számától függ az, hogy én mennyire gondoltam. Hát most konkrétan 32 kártyám van, akkor hányat kell kérdezni az illetőnek minimum, hogy megtudja, hogy én melyikre gondoltam. Van esetleg ötlet, hogy mit csináljunk. Azt tudjuk, ugye, hogy 31 kérdés után biztosan tudjuk, hogy melyik az, hogyha rosszul csináltuk. Mert hogyha teljesen bután kérdezünk is mellesleg balszerencsésen is, akkor előbb-utóbb végkérdezzük, hogy zöld alsó nem, zöld felső nem, zöld hetes nem, zöld nyolcas nem, és így végkérdezgetjük az összeset. És hogyha nincsen szerencsénk, akkor eljutunk a 31. kérdéshez, akkor már csak kettő van. Ha azt mondjuk, hogy nem az, akkor már tudjuk, hogy melyik a másik, igaz? De azt is könnyen belátjuk, ez nem a legokosabb eljárási forma. Tehát ha barkobáznánk, és 31 kérdésre tudná meg valaki, hogy melyik kártyát gondoltam, hát elég amatőr lenne. Mit csináljuk? Mit tanácsolnak? Mit csináljunk? Hogyan tudunk ezen gyorsítani egy kicsikét? Igen. Mondjuk a színeket, nagyon jó ötlet, igen. Tehát akkor rendezzük össze színenként. Összerendezzük, ugye? Színenként. És akkor megkérdezzük, hogy ez színes vagy nem színes. Eldöntjük, hogy melyik. Azt mondjuk, hogy igen. Mondjuk a felső mezőbe tartozik. Mi lenne a következő? Hát ezt kérdezhetnénk, hogy hány függőleges vonal van, de az, hogy hány, az rossz kérdés, mert igen, nemmel kell válaszolnunk, ugye? Tessék? Nem, ez nem jó úgy, az nem jó úgy, hogyha kettő, igen. Szám vagy figura mondjuk. Hát mondjuk, ugye több lehetőségünk van, könnyű belátnunk, azt hiszem most világosítva, több hozzászólásból látom, hogy valahogy el kell feleznünk a teret, ugye? Valahogy el kell feleznünk a teret. Elfelezhetjük így, hogy azt mondjuk, hogy szám vagy figura, mint amit a kollega mondott. Ez a második kérdés. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, számos. Tudjuk, hogy piros, és tudjuk, hogy színes, és tudjuk azt, hogy számos. Mi lenne a következő kérdés? Több lehetőségünk is van. Elválaszthatjuk azt, hogy piros vagy zöld, ez is lehet egy felezés, meg lehet egy olyan felezés is, hogy nagyobb, mint 8, vagy nem nagyobb, mint 8. Tehát igen, nem kérdése, igen, nem válaszsal kell adnunk rá. Hát itt a példában úgy csináltam, hogy akkor ez most színes szerint, akkor mondjuk piros, azt mondjuk igen, piros. Akkor a felső mezőben vagyunk. Ezt követően
még nem vagyunk a végén, még tartozik hozzá néhány kérdés, hogy mennyi a néhány, hát ahány felezést tudunk csinálni. Egyrészt elfelezzük így, mondjuk azt, hogy nagyobb, mint 8. Azt mondjuk, hogy igen. És ezek után megkérdezik, hogy nagyobb, mint 9. És azt mondjuk, hogy nem. Akkor tudjuk, hogy a 9-es. Hány kérdés tartozott hozzá? Láthatóan 5. Kérdezem, lehetett volna jobban megválaszolni ezt kevesebb kérdéssel? Nem. Kivéve, ha tudtam volna, hogy mit gondol, tudta volna a játékos partner, vagy én mire gondoltam. Úgyis, hogyha megállapodunk, úgymond hamis kártyát játszunk. És a hamis kártyában a szélső esetben megmondom, hogy a piros 9-es lesz, amire gondoltam. Akkor én elterelő akcióként lehet egy kicsit kérdezgetni össze-vissza, mondjuk kérdezni valamit így ezek szerint. De azt utána a második kérdésre rátippelne arra, hogy akkor rákérdezek. Mert már tudom, hogy mi az rákérdezek. Piros 9-es, igen. És akkor a második kérdésre megvan a válasz. De ehhez az kell, hogy előtte összecinkeljünk. Úgy hívják, hogy összecinkelt kártyával játszunk. Összestimmeljünk a játszópartnerrel. Tehát a választásom nem egyenlő esélyű volt, hanem megállapodtunk valamibe. Ez már rögtön utal arra is, hogy a választási térben, hogyha van sok eseményünk, vagy sok helyünk, mint jelen esetben a kártyák, az információ nagysága, hogy mi alapján tudom megmondani, hogy melyikre gondoltam, az a kártyák számától függ első körben, de függ attól is, hogy bármelyik kártyát egyforma esélye választhatom-e. Ugyanis könnyű belátni, hogyha előre megállapodtunk, hogy melyik kártyát választom, akkor ez a kérdések száma le fog zsugorodni akár nullára. Mert nem is kell kérdezni semmit, tudom, hogy melyik az. Világos, ugye? Ebből az következik, hogy az információ mérésénél a legbizonytalanabb helyzet, a legnagyobb információ tartalma helyzet az, mikor bármelyik eseményt vagy állapotot egyenlő eséllyel tudjuk választani. Ha ennél ez megváltozik, tehát megváltozik az események vagy az állapotok előfordulási valószínűsége, akkor a szükséges információ mértéke csökkenni fog. Végső esetben nullára zsugorodik. Ezt a mai képletek alapján meg fogjuk pontosan érteni. Van egy másik példánk is. Van egy ASCII kód, egy amerikai szabványkód, 8 bites, amiben beleírunk 256 féle különböző jelet. A számokat, betűket, vezérlő karaktereket. Ebből kiválasztok egyet, mondjuk ezt a C betűt, a nagy C betűt, és kérdezem azt a buta kérdést, most már butának tűnik, hogy hány igen-nem kérdésre lehetne eldönteni, hogy melyikre gondoltam. Hát megint azt kéne csinálnunk, hogy felezgetni, ugye? Tehát valahogy felezgetem ezt a teret, úgyhogy először elfelezem így, aztán utána elfelezem így, aztán elfelezem így, aztán így, aztán így megyek ki szépen sorba. Hányszor kell elfeleznem? 7-szer, mert 8 fele van a dolognak. Ugye? Tehát 8 kérdésem van összesen. Ezzel, hogyha elmegyek, akkor végül is be tudom határolni 8 kérdéssel, 8 igen-nem kérdéssel, hogy melyikre gondoltam. Most már tudjuk, ugye, az múltkor megbeszéltük itt a számábrázolásnál, hogy amikor felírunk egy számot, akkor az úgy néz ki, hogy itt a legmagasabb helyértéke, ez itt az MSB, ez meg az LSB. Amikor a legfelsőt nézem, hogy egy vagy nem, azzal tulajdonképpen megfelezem a teret. Mert ez jelenti azt, hogy most ez a fele a térnek, vagy az a fele a térnek. Utána, amikor ezt változtatom, azzal megint megfelezem a teret. Tehát ezt, amit haladtam itt az ábrába, ez azt jelenti, hogy ezeket a biteket döntöm el. És ahogy megyek szép lassan lefelé, azzal szépen előbb-utóbb eljutok ahhoz az állapothoz, amit kerestem. Könnyű belátni ezt is, mert hát ugye van 8 állap, 8 bitem, és ezt a 8 bitet kell végignézni. Tehát világos, hogy egy 256 állapotú keresgélésben, vagy kérdezgetésben 8 kérdéssel lehet megválaszolni a választ. Tehát 8 bit a hozzátartozó információ nagysága. És szeretnék elmesélni egy történetet. Valamikor a régi időkben, a időszámítás szerinti 130-as években volt egy várvédő kapitány, úgy hívták őt, hogy Simon Ben Kosiba. Ez a várvédő kapitány szorongatta az ellenség, körülvette őket ott a váron belül, és hát nem lehetett se kijönni, se bemenni, nem volt kajájuk, el kell dönteni, most mi legyen. Kitartanak, küzdenek a végsőkig, vagy kitörnek, és akkor próbálnak valamit alakítani. Ugye ezt hallva sokunkba fölmerül, hogy vagy a Dobó István, vagy pedig az Zrínyi Miklósnak a példája, aki hasonló helyzetben volt. El kell dönteni, hogy mit csináljon. Körülvette őket a török, és el kell dönteni, most akkor ott maradnak, és éhen halnak, vagy küzdenek, és kirohannak. Hát ennek egy közbenső megoldása,
ennek a döntésnek a meghozása az fontos lépés volt, hogy kiküldenek egy kémet. Vagy ne nevezzük kémnek, egy hírszerzőt, aki kimegy és szerez hírt, megtudja, hogy mi van odakint. Miért érdekes ez? Mert hogyha tudja, hogy mi van odakint, tudja, hogy milyen erős az ellenség, akkor meg tudják hozni az úgynevezett informált döntést, a jól informált döntést. Tehát nem az érzelmekre alapoznak, hogy azért is megmutatjuk, hanem alaposan elemzik a helyzetet, mérlegelik a helyzetet, és ezek után meghozzák az úgymond informált döntést. Azt csinálta Simon ben Kosiba is, kiküldött egy ilyen hírszerzőt, és hát ez volt a feladat, hogy megtudja, hogy mi az ábra, pestélyesen mondva. Nem volt szerencséje szegény hírszerzőnek, mert elkapták őt, és hát a kor szokásainak megfelelően csúnyán megcsonkították, levágták a végtagjait, kiszúrták a szemét, kitépték a nyelvét, tehát csúnya dolgokat végeztek vele. Mondhatna, hogy szörnyűséges, ugye? Szörnyűséges. Az jut eszembe ennek a mesének, szörnyű mesének a kapcsán, hogy ugye István királyunk, a nagy István királyunk is el kell, hogy követett szörnyűséget, amikor ott fel kellett négyelni az ellenfelét. Állítólag azt írják, hogy eszeágában ne lett volna felnégyelni. Csak hát elvárta a kor kommunikáció, hogy meg kell mutatni, hogy ő kemény. Tehát az, hogy fölnégyelni és a négy darabját elküldeni négy-négy külön várkapul és oda kiszögezni, ez a kommunikáció része volt. Nem mentesíti a dolgot, csak magyarázza. Hát itt is hasonló volt a helyzet, az ellenség elfogta a hírszerzőt, és ilyen csúnya módot végzett vele, de még mielőtt befejezte volna a földi pályafutását ez a szegény ember, talán az akkori szokások szerint egy ilyen kőhajítógép, hogy visszadobták oda a várba ezt a nehéz helyzetű embert, és még azt is túlélte. És ezek után hát adott a lehetőség, hogy kikérdezzék őt. Csak elég nehéz volt a helyzet, mert hát nem volt nyelve, meg nem volt szeme, meg nem volt keze. Azt találta kiállítólag a várvédő kapitány, hogy érted, amit mondok, mozgasd a fejed, ha érted, amit mondok. És akkor mozgatta a fejét. Na akkor rendben van, akkor már jó vagyunk. Ugyanis, hogyha majd kérdezek valamit, és az a válasz rá, hogy igen, akkor így mozgasd a fejedet. Amikor meg nem, akkor meg így mozgasd a fejedet. Nem kellett nagyon mozgatni, csak egy picikét. De egyértelműen kellett mozgatni, így vagy így. Ahhoz, hogy meg lehessen tudni, hogy most mi a válasz. És ezek után már csak a kérdező múlott, hogy mit tud meg. Meg is tudott mindent, ha igaz. Mindent részletesen kikérdezett, hogy hány katona van, meg milyen fegyverzet van, meg milyen élelmiszerellátás van, mindent megtudott. Miért? Mert jól kérdezett. Az, hogy ez most mese vagy történet, ezt nehéz megmondani. Ezt a történet egy Rényi Alfréd nevű híres magyar matematikustól olvastam, a Napló az információ elmélet című kis könyvében. Sajnos nagyon régen nem jelent meg, csak a 60-as években ez a könyv, ezért nem tudom ajánlani, hogy olvassák el, de valaki mégis megtalálja, jó szívvel tanácsom, mert rendkívül szórakoztató. Ez egy nagyon híres matematikusár nőtte ki magát, a Rényi Alfréd Magyarországon, és ezt a könyvet úgy írja meg, mint egyetemista diák, ül egy ilyen padban, mint önök, és minden egyes információ elméleti órát azt leír az óra végén, és hozzáfűzi a kommentárjait, hogy ő hogy gondolja. Nem is jól gondolja az előadó, ilyeneket ír. Nem is úgy van, másként van. Tehát így szépen végigvezeti az információ elmélet akkor ismert lépéseit, hát erről szól az ő könyve. Most ő írja le ezt a történetet, és azt mondja, hogy ezt az illetőt most úgy hívják, hogy Barkóba, és az ember megnézi, akkor tényleg ilyen személy létezett. Fölmegy az internetre, ez, hogy a csillag fia magyarul, ez a Barkóba, ez egy most is nemzeti ősz Izraelben. Tehát most is nyilván tartják, nagyon fontos embernek tartják, mert valamikor a régi világban nagy dolgot csinált. A történetek a kis buktatója az, hogy lehet, hogy semmi köze a Barkóba játékhoz. Nem találtam meg, kerestem sokat, nem találtam meg, hogy a Barkóba játékot miért hívják Barkóba játéknak. Külföldi országban nem így hívják, ott másként hívják. Ez a játék egy közismert játék, mondhatni informatikai játék, mert pont az mutatja meg, hogy hogyan lehet.